Szerbusztok! Jól megszokott tájkép. Esett tegnap este az eső. Nem tudom, hogy mennyi, de hát szerintem 10 mm vagy a fölötti mennyiség eshetett. Úgyhogy kinn a mezőn nem sok mindent lehet csinálni, eléggé ragad minden. Egyébként szerves trágyát szórtam, és annak a nyomát talajlazítóztam fel egy kicsit, még az eső előtt, és közben jött egy szerviz üzenet. Időszakos szerviz, lejárt egy 300 órás szerviznek az ideje, azt most mindjárt meg is mutatom. Közben visszatettem rá az áramot, az áramtalanítónál. Adunk egy gyújtást neki. És ugye ez a szerviz időszak lejárt. De jó. És ezt a szerviz instrukciót el kell rajta végezni, mindjárt meg is mutatom, hogy hol lehet ezt megtalálni. Én ezt közben már kinulláztam, de... Igen, nyitóképernyő. És itt az eszközöknél van egy ilyen, hogy szervízfül. És ugye itt látszik, hogy a motor üzemórája 4877, hát ezt a 77-et már én tettem bele. Hajtásláncé pedig 3477. És ugye ez lett itt kinullázva, ez a 300 órás. Mégpedig úgy lehet kinullázni, hogy ugye itt írja le ha 300 órát megnyomjuk, akkor itt írja le azt, hogy mit is kell rajta csinálni, meg mikor lett esedékes, mikor lett elvégezve. Details. Ellenőrizze akkumulátor szintje, vízszintje. Motor levegőcsövei, hát feltételezem a légszűrő, ki fogom szedni a légszűrőt, azt is kitisztítom, motorház fedelet felnyitom, megnézem, ahogy nincs-e valahol lyukadva, vagy szemmel látható sérülés. Hát ez különösebb, nem nagy, különösebb nagy munka, nagy anyag sem kell hozzá, egyszerűen csak nyisd fel, néz körbe. Hát ezt ugye minden nap megnézi az ember, de azért ilyenkor tüzetesen végig kell nézni, és okozati szinten végig kell ellenőrizni mindent. Hűtőfolyadék szintje, nincs komment hozzá, meg kell nézni, ha kell, akkor utána kell önteni. Vagy vizet, vagy fagyállót. Nyilván a legmegfelelőbb az lenne, hogy az úgy felfokolt fagyállóval kell, és olyan fagyállóval kell pótolni, amilyen benne van. Hát ezt most én nem tudom, hogy mi van benne. Ha pótolni kell, akkor desztillált vízzel fogom pótolni. Egyébként is van egy következő, végignéztem a szerviz időintervallumokat, és ugye itt nem sokára 200 óra múlva le fog járni majd a következő, ennek még itt van bőven ideje, ennek is van bőven ideje, de van itt egy ilyen 2000-es szerviz, 2000 óránkénti szerviz, amiből már csak 641 óra van hátra, és ha ezt megnézzük, akkor itt lesz egy ilyen, hogy hűtőfolyadékot és öblítse át. Tehát a hűtőfolyadékot mindenféleképpen cserélni kell lesz. Ez a 40-50 óra, ez úgy bele fog szaladni most a tavaszi munkába, ahogy elő van írva, úgyhogy a hűtőfolyadékot nem fagyállóval fogok pótolni, hanem desztillált vízzel, ha szükséges. Tehát ott tartottunk, hogy 300 hűtőfolyadék szintjének ellenőrzése, kiegyenlítő tartályban lévő víznek, hát gondolom, hogy nem ereszt, nem folyik, vagy nincs valami olyasmi probléma, amit elhárítani kell. Ugye kaptam ilyen jó tanácsot is, hogy a súlyokat ellenőrizzem, mert szereti a belső, a hátsó keréken a belső súlyokat szereti elengedni. Hát ugye itt is írja, hogy első súly és hátsó súlyok ellenőrzése, kerék súly, csavarok meghúzása. Tehát ő pontosan tudják ők is, hogy ez le fog lazulni. Ugye, most annyira nem látszik. Az első híd differenciál műjében és bolygó műjének a szint ellenőrzése, pótlása, ha esetleg szükséges. Sebességváltó olajnyomása. Hát én ezt szoktam nézegetni. Ugye, ha egy kicsit kinézünk itt,
itt balra, itt már írja is. Hát 21 kilopászkát, 0,2 század pászkát ír, tehát az alsó szám lenne igazából az, ami a olajnyomást mutatja. Nem tudom, hogy most miért nem nullát mutat, nem jár a motor. Ez lehet, hogy ilyen maradvány nyomásod benne. De szoktam nézegetni, hát ez 24 bár környékén jár, ennek ez ott van jól, ahol van. Tehát azon nem nincs rajta semmit se ellenőrizni. A zsírzás, ugye a kardány csonkot én használtam is, újonnan lett beletéve, belett zsírozva, úgyhogy azt nem szükséges. Most lett 40 órával ezelőtt beletéve, tehát még bőven jó. TLT tengely, hát ugye erről beszéltem. Első tengely és hátsó függesztésnek a zsírzó szemeinek, csapjainak zsírzása. És ugye egy fontos, engedje le a vizet az üzemanyag tartályból. Na hát ezeket fogjuk mi most megcsinálni, és én ezt már közben kinulláztam, ezt meg is mutatom nektek, hogy hogy kell kinullázni. Van itt egy ilyen lenyír, és akkor szervíz elvégezve. Itt lehet az intervallumokat állítani is, vagy kikapcsolni. Én a szervíz elvégezte funkciót választottam, és most el is végezzük a szervizt. Ugye ezt fogjátok majd látni, egy-egy snitben megmutatom, hogy mit hol lehet megtalálni. Közben ezt levesszük a gyújtást, mert hogy az akkumulátornak a folyadék szintjével fogunk kezdeni, és ahhoz, hogy mint akkumulátorhoz hozzáférjünk, egy ilyen burkolatot le kellett róla venni. Ugye van itt 2 darab luk, itt felül, itt meg itt, és egy-egy csavar fogja fel, de azt nemes egyszerűséggel le kell lazítani, és le lehet venni a burkolatot. Na most használt gép lévén az egyik csavar gyönyörű szépen lejött, a másik az meg nem is volt meg. Hát ezt javítani fogjuk, mert hogy ez eléggé lóg az a műanyag burkolat rajta, úgyhogy ezt úgy gondoltam, hogy hát ezt megpróbáljuk vagy kitekerni ezt a menetes csonkot innen az aljából, vagy ha nem sikerül, gyanítom, hogy nem fog sikerülni, akkor pedig azt fogjuk választani, hogy belefúrok, kifúrjuk belőle a csavart, vágunk bele egy menetet, és akkor abba fogok egy menetes szárat belehajtani, vagy beleragasztani, úgy, hogy egy anyát rá lehessen majd tekerni, és akkor visszaállítjuk az eredeti állapotát, mert hát ugye ez a traktor még eléggé új ahhoz, hogy hagyjuk le, nagyon legatyásodni. Meg nem beszélve róla, hogyha esetlegesen ez is eladásra kerül, akkor ilyen kis nüansznyi dolgokat egyből az ember szúrja ki, és problémát jelent. Nem beszélve róla, hogy ugye folyadék szintet kéne ellenőrizni, de ez elég rendesen be van burkolva vezetékekkel, és ugye az MX-nél is hát égett a fejem, mint a rejszág. Letettem valamikor ősszel, és most tavasszal próbáltam indítani, ráadásul a vevővel karöltve, és hát nem volt, be volt rozsdásodva az akkumulátor saru, és hát eléggé nehezen indult. Éppen akkor kellett a szemle során kellett ott megcsinálni a akkumulátor saru tisztítást, hát ezt most fogjuk eszközölni ezen a traktoron is. Úgyhogy hajrá! Tartsatok velem! Kikerültek az akkumulátorok, hát jól látszik, hogy ez mostanában nem volt kivéve. Mielőtt nagyon nekibuknátok egy akkumulátor kiszedésnek, annyit javaslok, hogy akkor szeditek ki fel, akkor elsőnek mindig a negatív sarut bontjátok, mert hogyha elkezdtek kulcsolni, ott a saru környékén elkezdtek kulcsolni, és hozzáér véletlenül a vázhoz, vagy a fémes felületekhez, akkor ott rövid zárlatot okozhattok, akkor, hogyha a plusz ágát kezditek el piszkálni. Mondjuk az segíthet, hogyha le van véve az áramtalanító, de vannak olyan eszközök, amelyek áramtalanítón kívül vesznek áramot az akkumulátorból, komoly károk képződhetnek. Úgyhogy hát erre figyeljetek, hogy mindig a negatív sarut bontjuk először,
Természetesen visszafele pedig fonákul először a pozitívat, és utána a negatív sarut tesszük fel. Na de hát most egy kis takarítás. Ezt nem videózom, mert el tudjátok biztosan képzelni, hogy hogy kell ezt a sok sarat innen kikaparni. Sarukat szépen meg kell drótkefézni, megkapargatni, csiszolóvászonnal megdörzsölni, hogy az érintkezések jók legyenek. Ugyanezt el kell művelni az akkumulátorral, hát ugye ezért kell ezt időnként kivenni, más egyébért nem, hogy a sarunak a felületét egy kicsit meg kell kapargatni, hogy mindig tökéletes legyen az érintkezés. Ugye az akkumulátornak a típusa 110 amperórás. Itt írja, hogy 110 amperóra, 950 indítási áramfelvételt tud biztosítani. Hát ez még eredeti akkumulátor benne. Remélem, hogy még egy ideig ki is bírja, nem kell benne cserélni. Hát itt jól látszik, hogy milyen volt, milyen lesz. Hát nem kell ezt nagyon túlzásba vinni, csak mert ugye új akkumulátor nem lesz belőle. De azért egy kicsit külsőleg is meg kell takarítani. Egy drótkefével meg drótkefézni a sarut. Így ezen formán. Még talán egy kicsit erősebben, hogy fényes legyen a felülete. És akkor, ugye mondtam én azt, hogy mostanában nem volt kivéve ez az akkumulátor, de mégiscsak volt kivéve. Mert azért itt látszanak ilyen sérelmi nyomok, hogy az akkumulátor cellának a folyadék szintjeit azért csak-csak ellenőrizték. Itt látszik, hogy csavarhúzó dugtak bele és próbálták nyitni, vagy ki is nyitották, feltételezem. Megnézzük mi is, hogy kicsit megkapargatom így, hogy menjen bele teljes mélységbe. Aha, nyílik is. Kicsit megfújjuk a sár, ne menjen bele. És be kell kukucskálunk, hogy hát ott van a folyadék szinte egészen fenn, a cellákat nem lehet látni, tehát ez helytálló. Nem kell benne semmit sem csinálni. És ezen módon végig kell ellenőrizni az összes többit. Ha nincs benne, akkor desztillált vízzel kell pótolni a szintig. Na hát még ezt megnézzük, és ha kinyillik, kinyillik. Így belekukucskálunk ebbe is. Teljesen jó. Tökéletes. Ugye itt lenni kell egy járatnak. Nincs rajta levegőztető, az lehet, hogy máshol van beépítve. Na, hát én ezt így végig fogom nézni ennél is, meg a másiknál is megtakarítom. Megtakarítjuk a helyét is, és akkor mehet vissza a helyére. Na hát, ha mindezeken túl vagyunk, akkor körülbelül így kéne kinézni neki. Hát megszívtam vele egy kicsit, de hát semmi nem megy egyszerűen. Ugye itt vannak alatta a saruk, ezzel nem is volt gond, hanem ezzel volt egy kis probléma. Ugye ez olyan vezeték, amire rá van öntve a saru. És amikor elkezdtem kapirgálni, meg drótkefézni, ugye le volt véve teljesen, és az érintkező felületeket is megkapartam. Hát akkor döbbentem rá, hogy el van repedve itt tőbe. Meg még egy ott a csavar alatt is megvan, van egy repedés, a másik oldalt. Úgyhogy még azt is javítani kellett, hát meg lett forrasztva. Ugye ólomból van ez a saru. Ez még mindig jobb így megforrasztva, mintha levágtam volna és tettem volna rá részsarut, ugyanis az ólommal nehezebben oxidálódik össze, mint a részsaru. Na, és akkor visszakerült mind a két akkumulátor, megnéztem mindegyik szint, minden cellába a szintet, semmit nem kellett rajta pótolni, mindegyik szépen egyformán megfelelő szinten van. Ugye ezeket a csavarokat mindet újra kell húzgáltam, megkapargattam az érintkező felületeket, különösebben nem kellett rajta semmit se csinálni,
csak ugye mégiscsak át kellett szedni, ellenőrizni. Közben ezt a csavart, ezt kifúrtam. Innen alulról beletekertem a csavart, megvan, van benne egy kevés menet, és akkor innen meghúztam. Hát az lesz még a, ha nem felejtem el, akkor veszek rá egy ilyen kézi tekerőt, mert most egy anya van rajta. Hát ez 15-ös kulcs fogja, ezt meg 17-es kulcs fogja fogni. Ja igen, ne lepődjünk meg rajta, hogy ezek a csavarok, tehát a sarúnak a csavarjai, ha szétszedjük, akkor nagyon vigyázzunk rá, mert ez már nem eredeti, mert ez már metrikus, de az összes többi, amelyik ott bent van, ez a két pozitívnak a sarú csavarja, az mind colos, tehát nagyon vigyázzunk az anyára, csavarra, ez is colos, ezek a csavarok, és ezt ráadásul még cserélni se lehet, ha megsérül a csavar, mert bele van öntve a sarúba. Úgyhogy azt még cserélni sem lehet. Úgyhogy anyákra, csavarokra nagyon vigyázni kell, mert amerikai, made in USA. Ugye ettől függetlenül megtalálható a metrikus menet is, mert ezt már én tettem bele ugyan, de ez az anya, ami ezen volt, az minden gond nélkül feltekerhető erre is. Úgyhogy ezen a traktoron vegyesen vannak a metrikus és colos csavarok. Hát éppen milyen kedve volt a tervező bandának, éppen olyan csavar tett bele. Jó, a következő feladat, ami csinálni kell, lesz az a kerékagynak a szintjelzője. Ugye itt középen is van, feltételezem, az a beöntő, ez pedig a szintjelzője. Hát ez nemes egyszerűséggel feltételezem, hogy ezt a, ennek közép szinti kell, hogy legyen, mert hogy az MX-en bele volt öntve egy szint level felirattal, meg egy nyíl egy vonalhoz, és annak körülbelül itt kellett lennie a csavarnak, tehát ilyen, hát nem egészen félig kellett, hogy folyadékkal, tehát hajtóműolaja kellett, hogy legyen, hogy ennek hogy kell, vagy meddig kell, nincsen semmilyen felirat rajta. Feltételezem, ennek is körülbelül ilyen fele formán kell, hogy legyen. Ezeket kell még leellenőrizni, de eléggé elszaladt az idő ezzel az akkumulátorozással, de hát ezt is meg kellett csinálni. Úgyhogy még középen ki fogom szedni ezt a felöntő csavart, és megellenőrizzük, hogy meddig van a szint. Hát ez érdekes lesz, mert hogy ilyen csavarom, vagy ilyen imbusz kulcsom meg nem nagyon van. Megpróbáljuk a csavar fejét beletenni. Keresek itt egy ilyen csavart, ami hát meg is nézzük, hogy talán 12-es csavar. Rápróbálunk, van itt egy ilyen 12-es csavar. És annak 19-es a hatlap mérete. Hát ez nem nyert. Akkor megpróbáljuk mondjuk egy 10-es csavarral. Ezt mondja, hogy egy 10-es csavarral. Hát ez is nagy lesz. Megnézzük egy 17-es csavarra, vagy 8-as csavarra, a 13-as kulcsnyillás, de valószínűleg az lesz, mert lássuk. Nem, ez még mindig elfordul. Aha, tehát ez jó lesz. Na, ez a méret. 10-es csavarnak a feje, tehát 17-es laptávolság. Hát ez érdekes, szerintem ez se 17-es, hanem maradjunk annyiból, hogy ez is valami colméret lehet, ami 16 egész, vagy 17 egész x milliméter, és akárhány hány colos. Na szóval 17-es kulcsnyílású imbusz kulcs kellene, vagy laptávolságú imbusz kulcs kéne, hát erre még kitanálunk valamit. Aztán mi is volt még a listában? Ja igen, hűtővíz, hűtőfolyadékot kell ellenőrizni, meg úgy a motortérbe körbe kukucskálni. Hát ezek még most következnek. Egy kis keresgélés után műhelybe találtam egy ilyet. Egy 20-as csavarból van, 10-9-es kovácsolt csavarból van megcsinálva. Nem én csináltam most, én is most találtam. Jóska kollégám biztos már régebben csinált, egy picit kúpos alapjai, hogy beleszoruljon, és ez pont az a fajta méret, ami
nekem tökéletesen ide kell. Hát ezt most elárulom, hogy én ezt már felbontottam, és igen, kellett benne. Közben rám is sötétedett. Annyira nem látszik, de már benne vagyunk az órába. Lényeg a lényeg, hogy azt mondja a karbantartási papírja, hogy feltöltő nyílásnak 3-9 óránál kell lenni, tehát magyarul félig kell önteni, odáig kell önteni, míg ki nem budjan az olaj belőle. Hát ez idáig volt. Tehát ebbe az oldaliba, a jobb oldaliba kellett, a bal oldali az ki se tudtam venni a csavart, mert az olyan szinten tele van, hogy elkezdett folyni kifele, gyorsan vissza is tettem, úgyhogy abban nem kell. Közben megnéztem, hozom a lámpát, közben megnéztem az első hídba, az első diffibe is az olajat, azt itt kellett, azt se tudtam kivenni azt a csavart, tehát olajjal egészen jól el van látva. Ugye itt még a szinteket kell megnézni, hát ez nekem gyanús, hogy ez kevés. Ez kevés, ez a szint, ami ebbe van. Nincs ilyen hűtő folyadékom. Nem, nem kevés, ott látszik is, hogy ott van benne. Normál cold range, tehát alatta egy pici kellene még bele. Úgyhogy ez bőven jó, mert körülbelül a szint közt a 70%-ánál, úgyhogy bőven jó. Nem is nagyon nézegetjük. Ez is le van ellenőrizve. Még én felmászok. Megnézem a szívócsövet, a turbó feltöltőcsöv, azokban a csövekben nyomás van. A turbó feltöltőnek a nyomása van. De feltételezem, hogy azért ezt érzékeli az elektronika. Még azokat azért csak leellenőrzöm, nincs valami lazulás benne. És akkor elviekben készen van a 300 üzemórás felülvizsgálat, vagy szerviz, vagy lehet ezt sok mindennek mondani. Hát igen, nyitott szemmel kell járni minden nap. Ugye az 300 üzemórás szerviz még azt írja, hogy az első hidat és a függesztő szerkezetet is le kell zsírozni. Hát én ezt nem zsírozom most le, elárulom, mert hogy én minden második nap, harmadik nap azért végig szoktam menni, egy-egy nyomást teszek, az első hídba, a királycsapszegbe, a lengőkarokba, lengőkarba, mert ugye egy rugózott híd van, az első híd az rugózott, egy nagy lengőkar van benne, annak két csapszegje van hátul, és egy királycsapszegje van elől. Ugye a függőcsapok alul-felül kormányrudvégeket, én ezt végig szoktam zsírozni két-három naponta, úgyhogy én ezt most itt kihagyom. Függesztő szerkezet, most talajlazító volt rajta, előtte én lezsíroztam, utána a hasihúzóval fogom húzni a tárcsát, úgyhogy azt is kihagyjuk, ezt a zsírzási feladatot. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezzel abszolváltam a 300 üzemórás felülvizsgálatot. Jön majd a 2000-es, ahol már elég sok mindent kell végignézni. Üzemanyagból van valami vízzsák benne, még azt is meg kell keresnem. A leírás egyébként elég pontosan végigírja a kezelési utasítás, hogy mit kell rajta megcsinálni és hogyan, hogy azt még fogom olvasgatni, és akkor azt is majd megejtjük a maga idejébe. Ha kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok velem legközelebb is, iratkozzatok fel, csengőt se felejtsétek, és hát találkozzunk legközelebb. Szervusztok, bőtermést!